Köszöntelek benneteket ezen a felvételen, mesebeli asztrológia április 25-én. Az asztrológia tudása mesebeli képekkel, az indiai asztrológia szerint és a mi asztrológiánk szerint. Én összehasonlítom ezt a kettőt. Ami a mai napon fontos, hogy a nap találkozik Uránusz bolygóval. A mi asztrológiánk szerint a Bika jegyében, az indiai asztrológia szerint a Kós jegyében. Ez az úgynevezett konjunkción a nap és Uránusz bolygó között kihat. Ezek nagyobb események. Ez mutatja a változásokat, vagy olyan valamit, amire mi nem is számítottunk. Amennyiben itt a nap hat, az lehet a kormányt illetően, hogy kívülről mások hatnak ránk, vagy a kormány döntéseire, de ez olyan valami, amire senki nem számított. De ez nem csak a politikai eseményekre hat, hanem a mi életünkre is. Tehát számíthatunk egy meglepetésre, hogy az jó vagy rossz, azt nem lehet tudni. A mi asztrológiánk szerint ez a Föld elemében történik, tehát anyagiakról van szó, vagy a biztonság érzetét mutatja, az is lehet, hogy olyan esemény, ami ezt gyengíti. Az indiai asztrológia szerint ez a Kós jegyében, tehát a tűz elemében van. Az előfordulhat, hogy ezután lelkesedünk valami miatt, és hozunk döntéseket, egy új utat például, de az is lehet, hogy ez a külső hatás dühít bennünket, és pontosan emiatt kell, hogy más irányba tekintsünk, és ezáltal változnak az események. És ezekre az új döntésekre, vagy egy új irányra mutat a Kós jegye. A Mars bolygó és Vénusz bolygó egy nagyon szép, harmonikus kapcsolatban áll, és az kihat a szerelmi életünkre. És ez nagyon előnyös. A mi asztrológiánk szerint ez a levegő elemében történik, Vénusz bolygó az ikrek jegyében, Mars bolygó a vízöntő jegyében. Mindkettő a levegő eleméhez tartozik, és az mutatja a könnyedségeket. Az indiai asztrológia szerint ez a Föld elemében történik, ők másképp számolják ki a horoszkópot. Ez szerint az indiai asztrológia szerint Vénusz bolygó a Bika jegyében van, Mars bolygó a Bak jegyében. És itt dominál a Föld eleme, az mutatja a biztonság érzését a párkapcsolat területén. A Hold mozgása kapcsolatban áll a Jupiter bolygóval, kapcsolatban áll Plutó bolygóval, mind a két rendszer szerint. A Jupiter energiájánál a lehetőségek vannak, Jupiter szerencséhoz, de gyakran vannak Jupiter hatása alatt olyan témák is, ami az igazsággal vagy az igazságtalansággal van összekötetésben.
és mivel mi ezt átéljük, ezt érezni is fogjuk a napokban, de ezzel a jó kapcsolattal, mert a Hold egy jó kapcsolatban áll Jupiter bolygóval, az jókat jelent, lehetőségeket, de azt is, hogy az igazság győz, vagy ti be tudjátok bizonyítani, hogy igazatok volt. Plutó holnap megáll, megváltoztatja az irányt, visszatekintő lesz október 5-ig. Hogy ez mit jelent számunkra, azt holnap el fogom nektek mondani. A Hold a mai napon az indiai asztrológia szerint a kritika holtházban áll. És ez annyit jelent, hogy most egy irányba kell, hogy tekintsünk. És mi döntjük el, hogy melyik irány legyen. Hogy mi jókat várunk a jövőben, vagy rosszakat. Hogy milyen a hozzáállásunk a dolgokhoz, vagy optimizmust jelent, vagy pessimizmust. Ezt mindenki maga dönti el. Ebben a holtházban, vagy ami ránk mutatkozik, ezen a napon kell, hogy egy irányba nézzünk. Az, ami számunkra fontos. És kell, hogy bizakodjunk abban, hogy azt, amit elérni szeretnénk, azt el fogjuk érni. A mai hold állása az a második tithi, ami annyit jelent, hogy új hold után a második nap. És ez a párkapcsolatokra van kihatással, de arra is, hogy átgondoljuk, hogy kivel tartunk kapcsolatot. És ha ez jó, azt meg kell, hogy erősítsük. És ez volt a mai mesebeli asztrológiám. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!